A Maglódi Patak part idén már 6. alkalommal adott otthont a gyermeknapi mesefalu rendezvénynek. Térkép segítette a résztvevőket, hogy megtalálják a különböző helyszíneket. Az idén több mint 60 állomásból álló mesefalu egyébként egyre népszerűbb, még a térségből is jönnek a közkedvelt eseményre, hiszen itt nincs pénzmozgás, a fabatkáért lehet vásárolni mindent, amit persze egy mesebeli hét próbával tudtak megszerezni a gyerekek. Hát most már olyan nagy lett a rendezvény, hogy a környező településekről is nagyon sokan jönnek hozzánk. Ugye ennek a mesenapi programnak egy kuriózum, a gyereknapi programnak, hogy itt a szülőknek nem kell nagyon-nagyon sok pénzzel jönni a programokra, mert hogy nincsen pénzmozgás. Nekünk a váltó pénzünk az a fabatka, ami minden évben itt meg is tudom mutatni, mert viszem éppen. És ugye aki valamit dolgozik, vagy valamit teljesít, vagy szaval, vagy kifestőt színez, vagy valamit készít, ezért fabatkát kap, és aztán ezzel tud majd vásárolni óriás palacsintát, életvizét, meg egy csomó finomságot még itt. Nagyon sok standot látok, kik vesznek részt a szervezésben? A főszervezői azok mi vagyunk, tehát a Család és Gyermek Jóléti Szolgálat, a Maglódi, de nagyon sok önkéntes segítőnk van, tehát civil szervezetek, akikkel már évek óta együtt dolgozunk. Hát a felsorolásukra nagyon nem is vállalkoznék, mert tavaly 55 állomás volt, az idén már nem is tudtam összeszámolni, hogy hány program van, de a nyugdíjas klubtól kezdve az erdői körig gyakorlatilag mindenki itt van, aki számít. Mennyi előkészülettel járt mindez, hiszen jelmezeket vartak, díszleteket készítettek? Rendes körülmények között már február-március hónapban elkezdünk készülni a mesefalura, és szervezik ezt a kollégáim. Most az idén egy kicsit kevesebb volt erre az idő, mert éppen egy nagy hatósági kétnapos kormányhivatali ellenőrzés előzte meg a mesefalut, úgyhogy egy picit kevesebb energiát tudtunk ráfordítani, de azért igyekeztünk. A mesefalut minden évben a mesék lakói népesítik be erre a délutánra, legyen az régi vagy új mese. Így fordulhat elő, hogy a mocsárlak mellett lakó Shrek mellett Piroska is feltűnt. Mennyi ideig készült a jelmez? Nem sokáig, pár nap alatt. Honnan jött az ötlet? Hát az egyesület találta ki igazából. Nagyon kreatívak vagyunk. És mit árulnak? Lesz mocsárburger, ogreszőr és ilyen puki cukorka. Miért pont Piroskának és Farkasnak öltöztek? Hát, mert minden évben más jellegű ez a mesenap, és ugye ma olyan sok mindenek voltunk, aztán csak a Piroska és a Farkas jutott az eszünkbe. Piroskát látok többet is, ki a Farkas? Hát a Farkas a pap Feri. Elbújdokolt az erdőben. Igen, de van Farkasunk is. És mit sütnek a Piroskáik? A Piroskáik piros palacsintát sütnek. És mitől olyan piros? Bodzaszörp és málnaszörptől. És mennyiért lehet kapni? Hát ez két fabatka, a gyerekek ahogy teljesítenek, meg milyen éhes a gyerek, és akkor úgy kap. Voltak persze szépségtündérek, komornák, de még tárcsán készült óriás székely palacsinta is, amelyet a Gyergyó Szent Miklósról érkezett Székely Csaba készítette a gyermekeknek. Hogy készül az óriás székely palacsinta? Hát ugyanúgy készül igazából, mint egy rendes, hagyományos palacsinta. Az a különlegesség benne, hogy sokkal nagyobb, ezért tárcsán készül, pedig ugyanaz a recept, de mégis más lesz az íze tőle, egy kicsit ropogósabb, finomabb, és hát ugye az alakja miatt azért imádják a gyerekek. Gyereknek készítik, vagy egy regiment katonának? Hát egy gyerek is be tud enni egy ilyen palacsintát azért, de föl szoktuk vágni, darabolni ilyen háromszögekre, mint egy ilyen pizzát, hogy körülbelül, és akkor úgy vannak fölcsavarva, mert azért óriási sor szokott itt lenni a palacsintája, népszerű. Aztán megtudtuk a külleves, majd a csülkös bableves receptjét is, de eredeti indiai ételt is kóstolhattak a résztvevők. Hát a kőleves alap lényege ugye az, hogy szerzünk egy marha nagy követ, amit belerakunk a bográcsnak az aljába, utána koldolunk mindenkitől mindenféle földi jót, ezt összevegyítjük, összefőzzük, és vége is az egész történetnek. És a kővel mi lesz? Hát azt valakinek odaadjuk, akire nagyon haragszunk. Értem. Akkor gyakorlatilag a kő az csak egy alibi. Persze, természetesen. A mesében. Hát ez természetesen, igen. Na de mi az, ami még a kövön kívül benne van? Hát sok minden. Szó szerint a kövön kívül, mert a kő nincs is benne. Hát raktunk bele egy kavicsot csak azért, hogy mégis az íze kedvéért. Nem, hát ugye csülkös bablevest főzünk,
úgyhogy füstölt csülök van benne, mindenféle zöldség, fetrezselyem, sárgarépa, zeller, káposzta, mindenféle fűszerek, paradicsom, paprika, tehát amit csak lehet, mindenféle földi jót beleraktunk, meg a szívünket, lelkünket, és az fogja a legjobban megadni az ízét ennek az ételnek. Itt gyerekek megkóstolják indiai ételeket, hogy létezik más étel is, hogy ismerkedjenek, és vannak a kis ilyen nyomtatványok is, amiből ők tudhatnak, jogázhatnak, kimondottan magyarul neki készült, és akkor tornálhat, egészséges életet folytathatnak. A helyiek pedig csak sütöttek és főztek. Mit süttök itt? Görhönyt, lapcsánkát, tócsnit, lángost és sült krumplit. Tehát. Ez öt különböző, vagy ugyanaz, csak ötféle néven? A három az egy néven van, tehát a három az egyre való. A többi az meg az más. A lángos az lángos, a sült krumpli meg sült krumpli. Az igen, ezt a kettőt meg tudtam különböztetni. Hogy készül a tócsni görhöny? A tócs, reszer krumpli, liszt, fűszerek, sóbos, paprika, semmi más, fokhagyma. A különböző állomásokon különféle kihívások várták a lurkókat. Látok tekercseket és fabatkákat, mit lehet itt kapni cserébe, mit kell adni? Hát a fabatkát csak akkor kapják meg a gyerekek, hogyha ilyen szép mesetarisznyát készítenek. Hát mutatok egy szebbet, ez a legszebb. Hát egyszer egy ilyet lehet készíteni, azután ilyen bábot. Ugye ezek paraszt. Szegény emberek, szegény asszony és a szegény férje tulajdonképpen. És ha ezt elkészítik a gyerekek, akkor kapnak egy fabotkát. És ki is kell színezniük? Hát a tarisznyát ki lehet díszíteni, illetve ki kell választani, hogy mit raknának a tarisznyába. Hát ebben vannak hagyományos, klasszikus dolgok, ugye, mint a krajcár, vagy a hagyma, a szalonna, de van benne kakukktojás is, úgyhogy például ez. Lehet azt mondani, hogy ez a tarisznya egy ilyen túlélő csomag? Hát nem tudom, hogy van-e mit túlélni, minden esetre mesét kapnak hozzá, úgyhogy ez biztos, hogy átsegíti őket a nehézségeken. A színpadon bárki bemutathatta produkcióját, Farkas Réka Nikolett énekelt, ő egyébként ugyanezt a dalt már az anyák napján is előadta. Anya a legnagyobb hős a világon, anya is egy hős, gyerekem a három, szeretem jobban, mint a csokikat őket, örülök, hogy kaptam ilyen szülőket. Anya jó karalábé főz elégben, de sok ruhája van egy nagy szekrényben, cipője 100 pár, de mindegyik másra, azt hiszem még sincs gumicsizmája, apának van egy kis bankkártyája, bármit megvehet, ha azt használja, nagyon szeretné, ha jól tanulnék, ügyes, okos, szép felnőtt lennék, de hogy kerültem bele anya hasába, hol voltam még az ő kiskorába, fel kéne másznom a család fára, és apának kéne állni a lája. Miért pont ezt a dalt választottad? Hát ez így megtetszett, és ez ilyen kicsit ilyen retros is, meg ez ilyen pörgős is, és szeretem. És a szüleid mit szóltak, amikor először meghallották ezt a szép dalt? Nagyon tetszett nekik. Ennek a kislánynak Rumini a kedvence. A hajom. És miért? Azért, mert ez a Rumini hajója. Igen, a könyvbeli Rumini, és olvastad azt a könyvet, vagy anyu olvasta már neked? Nekem. Anyu már neked felolvasta. És ki a kedvenc szereplőd benne? A Rumini. A Zöld udvarban a kézügyesség fejlesztő gyakorlatok során előbb medúzát, majd karkötőt készítettek. Közben a családok fogadalmat tehettek arról, hogy mit is vállalnak a jövőben a környezetük megóvására, illetve a környezeti neveléssel kapcsolatban. 3 éve vagyok Maglódon az óvodában, és 3 éve részt veszek a Mesefalu szervezésében. Itt ennél a kreatív asztaloknál hát hulladékokból készítünk mindenféle alkotásokat. Ebben az évben medúzát készítünk PET palackból, illetve virágot és karkötőt, amit a kezemen is látható. És hát ezzel fejlesztjük a gyerekek finom motorikáját, kreativitását, úgyhogy nagyon sokat fejlődik ezáltal a kézügyességük. És a
faleveleken másmilyen leveleket is lehet találni. Igen, igen, itt fogadalmat tesznek a családok, hogy mit vállalnak az elkövetkezendő időben környezeti neveléssel kapcsolatban, mit fogadnak, például kirakják a hulladékot minden második héten, vagy összeszedik a szemetet, többet járnak biciklivel, úgyhogy ilyeneket írtak eddig a kis zöld cetlikre. Ezek fogadalmak. Így van. Keres az ember nádacskát, fölvágja darabokra, csinál hozzá nyelvecskét, kivágja a helyét, ahol kijön a levegő, és akkor elkezd szólni. És mitől függ, hogy magas vagy mély hangon fog szólni a síp? Hát az részben az átmérőjétől a lábnak, vékonyabb, vastagabb. Milyen hosszú? Na, ezektől általában. Hány luk van rajta? Igen. Hát ezeken nem sok. Ezeken nem. Igen. Nincs mivel kifurkálni, meg hivatalni, és pont elég a gyerekeknek annyi, hogy meg tudják csinálni. Somogyvári Mihály a pásztorsíp készítéséről beszélt a Mesterségek udvarában, Babos László festő és szobrászművés segítségével pedig a gyerekek domborművet készíthettek. Ilyen újrahasznosítható festékdobozokból kinyitva gyönyörűen rá lehet domborítani, ilyen kis domborművekre rá lehet kalapálni a szilikonnal ragasztott gumi valamivel. Ilyen szép kis trombita lesz belőle. Hogyha ezt egy kigyerek csinál, csak hosszabb ideig csinálja, akkor utána egy élmény. Egy fabatkájra egy ilyen. Ezt a húsklopfolóra emlékeztető célszerszámot te készítetted? Nem én készítettem. Ezt Somogyvári Mihály barátom készítette komoly szellemi tevékenységgel és fizikai munkával, mert de most már egy kicsit megereszkedett. Én gumikalapáccsal szoktam ezt csinálni, ilyennel. Autókarosszéria javításra szokás használni ezt. Értem. Itt meg erre. A patakpartján rendezett gyermeknapi mesefaluban minden fabatkáért keményen meg kellett dolgozni. Először egy kis akadályon kell keresztül menniük, majd fel kell ismerni, melyik a lúdtojás, illetve kalapdobálás van még, két karonra el kell találniuk a kalappal. És utána fabatkáért tudnak vásárolni különböző elnevezésű üdítőket és pattogatott kukoricát. Mi a fantázia nevük ezeknek az üdítőknek? Uha, van ilyen patakparti mellék, akkor ficánka, erő, gégennyalogató, hát meg hasonló elnevezések vannak. És valójában miből készültek ezek? Valójában házilag készített bodzaszörp, amit mi készítettünk, illetve ribizli szörp és kivi.